Közös énekléssel várták a Mikulást a gyermekambulancia betegei. Az osztályon már régi hagyomány, hogy a kórházi dolgozók és egy-egy meghívott vendég ünnepséggel örvendezteti meg azokat a gyerkőcöket, akik nem az otthonukban várják a nagyszakállót. Ez hosszú évek óta minden évben Mikulás napjakor Mikulás ünnepséget szervezünk a gyermekeknek. Az itt bent fekvő kisgyermekeknek annyi nehézség és fájdalom adatik, úgyhogy úgy szeretnénk, hogy ilyenkor legalább egy kis öröm és boldogság üljön az arcukra. Az osztályon kezelt kicsikhez ezúttal a Hungarikum együttes zenészei, Takács Mudris Anett és Kremnicki Géza érkeztek. A hagyományos mikulásváró énekek mellett saját dalok is felcsendültek. Van a szatyorban, a repertoárban sok minden, sok saját dal is, és hát szeretnénk lélekhez szólni, mint mindig. Nem a lerágott csontokat szeretnénk megmutatni, hanem azokat a dalokat, amelyek részint saját dalok, részint pedig olyan lelkiséget tükröznek, ha ismertek is, amelyek alkalmasak arra, hogy a mai napot bearanyozzák. Az ünnepség végén pedig betoppant a télapó is a gyermekosztály lakóihoz. Természetesen nem üres kézzel, egy-egy Mikulás csomaggal kedveskedett a gyerekeknek. Sziasztok! Neked is van sapkád!